Tessék maradni. Csodálatos volt tegnap a székely himnusz, olyan megható, hogy majd elcsírtam magam. Voltak, amik el is sírt. Csak kérdezném, hogy egy meccset lehetne olyan csinálni, hogy valamelyik félnek a himnuszánál sétálnak, mozgolódnak? Úgyhogy kérem, továbbra is, ha lehetőség van, tegyék mindig a szózat vagy himnuszt, a székely himnuszt. És én azt hiszem, hogy a példamutatással, szép szóval, szép magyar kifejezésekkel lehet helyt állni. Az is nagyon szép volt, hogy olyan nagyon-nagyon fegyelmezett volt a Jobbik. Nehéz volt. Nehéz volt, amikor az embertől karnyújtást rögtön Bajnai Gordon. Igen, nem tudom egyébként, hogy történelem tanárok történész, nem tudom, mikor hangzott el utoljára székely himnusz a Magyarország gyűlésben? 44. október 27-én. De akkor ezek után nem kell magyarázni, hogy milyen pillanat volt ez mindannyiunk számára. Tehát... Szerintem ez egy kirekesztő beszéd volt, ugyanis a köztársasági elnöknek pártok felé kell állnia. És azzal, hogy ő szinte szégyenpadra ültette ott a Jobbikot, amire 855 ezer ember adta szavazatát a választásokon, ezzel ezt a nem nekünk volt megalázó, mert hát most őszintén megvallom, az, hogy Sólyom Lászlónak mi a véleménye rólam vagy rólunk, ettől nekem nem lesznek álmatlan éjszakáim. De a 855 ezer embert, aki ránk szólt, megsértette, mint köztársasági elnök. Ez egy kirekesztő beszéd volt. És tudomására is hoztuk, nyilatkoztuk, és meg is fogjuk neki írni, és ráadásul én az eddigi, hogy mondjam, pályafutását Sólyom Lászlónak, azt mondom, se jónak, se rossznak nem tartom, úgy nem igazán hozott lázba, de ez még az ő pályafutásához mérten is egy mély pont volt. Hát ez, én azt mondom, hogy eddig az ő megnyilatkozásai voltak néha pozitív jelek, ez viszont egy mély pont volt. Olyan szinten lépett ki a szerepéből, amit nem tetett volna meg, és nem csak az, hogy a Jobbikat ugye ott hát szélsőségesnek és szinte kirekesztendőnek titulálta, hanem utána megdicsérte az LMP-t, amivel persze lehet az ő véleményét, egy köztársasági elnök tartsa magában a pártokkal kapcsolatos véleményét, pláne egy alakuló ülésre. Engem vádolnak azzal meg a Jobbikot, hogy megzavartuk az alakuló ülés ünnepélyességét, hát ez volt, ami leginkább megzavarta ennek az ünnepélyességét. Neki arról kellett volna beszélni, hogy a nemzet érdekében fogjonak össze a politikai pártok, tegyenek meg mindent azért, hogy a nemzet ügyét szolgálják, és aztán le kellett volna sétálni neki a pulpitusról. Ez lett volna körülbelül az ő szerep ebben, és ezt a szerepzavarba került, és elkezdett politizálni egy alakuló ülésen. Úgyhogy én elképesztőnek tartom, és hát nyilvánvalóan valamilyen lépést tenni is fogunk ezzel kapcsolatban.